Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Nyártól a belvárosban nemzeti emlékhely sétaútra indulhatunk. Az Árpád-ház program első eleme néhány hónapon belül megvalósul. Erről és a program további fejlesztéseiről tájékozódhatnak a mai esti mérlegben. Maradjanak velünk! Az Árpád-ház program célja elhelyezni az Árpádok örökségét a magyar és az európai közemlékezetben. A program elindítását, amelynek első eleme valósulhat meg, még évekkel ezelőtt kezdeményezte a város. 2013 Szent István emlékév volt, amikor a kormány meghallotta a székesfehérváriak a mi kéréseinket és javaslatainkat, hogy itt az ideje, hogy méltó módon emlékezzünk ne csak a történelemkönyvekben, hanem a valóságban is, és állítsunk emléket az Árpádok művének, amely meg fog valósulni az elkövetkező években, és itt most az első kézzel fogható olyan helyszínen járunk, ahol közeljövőben emléket tudunk állítani a magyar királyoknak. Ez a királyi sétaút, az ország bölcsője alprogram, az Árpád-ház program egyik alprogramjának egyik része, a másik része a mögöttünk látható köztársaságmozi, amely majd ideiglenes kiállító helyként helyszínt ad a bazilika köveinek. A másik nagy része a Szent István Király Múzeum újjáépítésével megvalósuló Árpádok műve, Királyok és Szentek, az Árpádok műve című nagy kiállítás, amely a Nemzeti Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös kiállítása lesz majd. A Nemzeti Emlékhely sétaút első üteme 50 milliós kormányzati forrásból a Várkörúton, a Városkaputól a tervezett kőtárig, a volt köztársaság mozíig épül meg. Az épületeken elhelyezett feliratok segítik a sétálót, hogy megismerje egykori királyainkat. Mi mindent tapasztalat az, aki a sétautat megteszi? A Nemzeti Emlékhely sétaút egy keretet fog adni a már itt megtapasztalt és megépült olyan történelmi relikviáinknak a Székesfehérváron, amelyek jelenthetnek épületeket, történelmi helyszíneket, vagy a rengeteg és nagyon szép királyszobrainkat. Ezek a relikviák lesznek gyakorlatilag csokorba fűzve egy tematikus sétaút kapcsán, amely tematikus sétautat magát is meg kell jelölni, hogy felismerhető legyen és látható legyen. Ezek az elemek, amelyek ezt a felismerést segítik, a padozatban elhelyezett kőrovátkák, amely kőrovátkák egy kicsit, mint egy időutazás jelképeként történelmi másodperc mutatóknak is felfoghatók, és ezen kőrovatkák mentén az épületek homlokzatán fogjuk elhelyezni Székesfehérváron temetett és koronázott királyainknak a nevét, amely gyönyörű megvilágított kovácsoltas felületeken fog megjelenni. Ezeken kívül pedig még kis zöld felületi korrekciók lesznek, információs táblák, amelyek elmesélik a történelmi sétaút helyeit, a helyeiről néhány jeles és jellemes információt, valamint a koronázó téren az árkád alatt lesz egy nagyon szép kiállítási vitrin is, ahol még mind grafikus, mind elektronikus jelrendszerekkel is információkat fognak kapni a látogatók. Honnan kell indulni a sétára, és egészen pontosan meddig tart ez a séta? Természetesen a Nemzeti Emlékhelyről indul, és az első királynevünk majd első Szent Istváné lesz, és körforgalomként, vagy körútként fog a belváros szegélyén és a belvárosban, mint egy tényleg egy körútként újra visszaér majd a Nemzeti Emlékhelyünkhöz, és olyan finom kis tömbelső feltárásokat is fog ez jelenteni, mint hogy reményeink szerint ebbe a tömbben is egy gyalogos ösvény fog végigvezetni, elmegy a megyeháza előtti téren, föl fog menni az Arany János utcán, átmegy a Anakápolna mellett a Városháza udvarán, és folyamatosan végig jelezve lesz, ahogy mondtam, a királynevekkel és ezekkel a történelmi másodperc mutatókkal a jel. Más valami egyébként a másodperc mutatón kívül olvasható lesz-e valamilyen jellegzetesség az adott királyról? Tervezzük azt, hogy majd esetleg egy második ütemben a királyról mondjuk QR-kódos jelkulcssal megnyitható lesz egy olyan fájl, amin az adott királyról információkat tudnak a látogatók szerezni. Ha jól tudom, akkor itt a mozi épületével is ugye vannak tervek így az Árpád-ház programban, és vannak tervek valójában a következő utcára nézően is. Ezt én nagyon szép történetnek tartom, mert itt két dátumot kellene mondanom, 1038 és 1938. Itt 900 év ível át azzal, 1038-ban halt meg nagy királyunk, és 1938-ban épült ez a épület, és ugye most már lassan több mint 10 éve üresen áll,
és azt találta ki a városvezetés szakmai támogatással, hogy ezt az üresen álló jeles közintézményt, amit Hübner Tibor tervezett, a magyar modernizmus egy nagy alakja, mentsük meg, és ebbe a modernista térbe helyeződjön el az a ideiglenes kőtár és látogatóközpont, amely az eddig méltánytalan helyen raktározott kőrelikviáinkat fogja elhelyezni és bemutatni. Célunk az is volt, hogy a történelem mellett, az építészet mellett szolgáljuk az urbanisztikát is, és hogy a város szövetet egy kicsit gazdagítsuk olyan gyalogos tengelyekkel, amelyek még nincsenek jelen a városban. Ezért például valóban a Köztársaság mozi jobboldali régi kijáratát is kapuhelyként szeretnénk kinyitni, és a Távirda utcára egy gyalogos tengelyt engedni rajta. ...2013-ban a kihelyezett kormányülésen indult el ez a kezdeményezés, még abban az évben a kormány döntött is arról, hogy ezt a programot meghirdeti. Ennek nem kizárólagosan Székesfehérvárt érintő pontjai vannak, de a legjelentősebb része nyilvánvalóan okok miatt Székesfehérvárt illeti és érinti. Egy nagyon komoly előkészítő munka után vagyunk, aminek nyomán bízom benne, hogy gyakorlatilag valamennyi elem vonatkozásában már építőipari beavatkozásként jelentős előrelépés történik a következő időszakban. Az első olyan ütem, ami fizikai valójában is a kivitelezés tekintetében elindul, az a Királyi sétának az első ütemű fejlesztése. Ez gyakorlatilag egy nemzeti emlékhelytől nemzeti emlékhelyig tartó belvárosi körsétának adja meg a lehetőségét. Olyan jelekkel, olyan információs táblákkal ellátva egy nagyon szép körutat, ahol tájékoztatást kapnak majd az emberek abban a vonatkozásban, hogy mely uralkodók kötöttek ez a városhoz, kiket koronáztak itt, kiket temettek itt, mi volt ennek a városnak a jelentősége, miért mondjuk joggal és okkal, hogy ez a nemzet történelmi fővárosa, egy koronázási és királyi központ, és mi kötődött Gézától egészen ezen Árpádházhoz tartozó uralkodókon keresztül ehhez a városhoz. Azt gondolom, hogy méltán lehetünk erre a történelmi korszakra és időszakra büszkék, és joggal volt igény abban a vonatkozásban, hogy legyen lehetőség megismerni ennek a történelemnek azokat az epizódjait, amit azt gondolom, hogy érdemes, és ez igaz lehet egy fehérvári kötődésű emberre, különösen igaz lehet azt gondolom, hogy arra a célra, hogy lokálpatrióták legyenek a fehérvári itt felnövekvő fiatalok és az ide járó iskolás diákok, másodszorban pedig, hogy az ide érkező magyar vagy külföldi turisták is tudják, hogy hol vannak és mi volt ennek a városnak a jelentősége. Ez a program egy fehérvári kivitelező munkája révén a következő hónapokban meg fog valósulni. Ennek már nyárig látható jelei, fizikai jelei lesznek, mindegy 50 millió forintból valósul meg ez az első ütem. Állami programként, tehát kormányzati forrásból valósítjuk ezt meg. A következő elem, amiben előrelépést tudunk felmutatni, itt van tőlünk nem messze, a Köztársaság mozinak az épülete. Ugye ez lesz a Nemzeti Emlékhely Látogató Központja, illetve Kutató Központja. Itt elkészültek az engedélyes tervek, megrendelkezünk az építési engedéllyel, kiviteli tervek készültek el, és a kiállítás teljes műszaki eszközparkát jelentő, illetve tartalmi, szakmai terve is elkészült. Ennek nyomán még a tavasszal kiírjuk a kivitelezésre a közbeszerzési eljárást. Bízunk benne, hogy lesz olyan kivitelező, aki normális áron, jó minőségben ezt a munkát el fogja vállalni, és talán az év végén már szerződni is tudunk vele, és elkezdődhet a Köztársaság mozi megmentése. Ez gondolom egy nagyon szép tartalmi cél megvalósításával. Hasonló elem az Aranybulla környékének a rendbetétele, ugye ennek a terveit nyilvánosságra hoztuk, több helyen egyébként olvasható, megtekinthető ez, lakossági fórumokon is bemutattuk, nagyon sok ember jelezte vissza, hogy nagyon tetszik, és ezt szeretnénk ezt elkezdeni, szintén talán már idén, de jövőre egészen biztos, hogy meg is fog valósulni. Az ehhez kapcsolódó fejlesztés is állami forrásból fog mindegy 500 millió forint értékben megvalósulni. Azt gondolom, hogy ezek a munkák szükségesek ahhoz is, hogy magához a nemzeti emlékeihez hozzá merjünk és hozzá lehessen nyúlni, ami biztos, hogy kiemelt állami program kell, hogy legyen, hiszen a nemzet történelmi bölcsőjéről beszélünk. Nagyon-nagyon sokféle szakterület, tudományos terület összefogására van annak érdekében szükséges.
közösség, hogy a nemzet talán legfontosabb korabeli épülete és annak helye a sokkal méltóbb képet mutasson 1000 évvel később, mint amit mutat ma. Azaz itt a következő években bízom benne, hogy ebben is nagyon jelentős előrelépés fog megtörténni, de mi kértük azt, hogy legyen látogatóközpont, legyen királyi séta, legyen az aranybulla környéke rendbe tenni, hogy addig is fizikai valójában legyen mit megmutatni erről a dicső történelmi múltról. Én azt hiszem, hogy ennek most egy fontos lépését indíthattuk el a mai nap. Az esti mérleget látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!